mozdan és cuccok a videósból. Ez a gyerek vlogokban nagyon ott van. Ha az élet megvető, feldobja a kedved, nézzél be a noszhoz, már ez legyen a terve. Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a nevetés típusok második részéhez. Hát ez nem feltétlen az én nevetési típusaim lesznek, hanem megpróbálok egy szituációt felvázolni, és hogy ott hogy nevethetnek az emberek. Remélem, hogy ez is hatalmas sikert fog aratni, mint az első rész, hiszen azt 9000-re lájkoltátok, és szeretném, hogy ne felejtsétek el, hogy mi történt az előző részben, úgyhogy bemutatom a kedvenc nevetésemet, ami ott elhangzott. Ezt pedig tudhatjátok, a Mardell kutya, nem tudom, hogy utána néztetek-e, de szerintem ez a legjobb. Hát ez fantasztikus! Úgyhogy ennek a videónak megint az a lényege, hogy nevessetek az én nevetésemen, és aki egy kicsit mosolyog is rajta, nyomjon a videóra egy lájkot, döntsük meg az előző videónak a rekordját. Mindenki el tudja képzelni azt a szituációt, amikor egy baráti társaságban vagytok, és hát a kedves kis barátod úgy akar vicces lenni, hogy téged oltogat. Beszól neked valamit, és hát neked valami ilyesmi lehet a reakciód. Ezt valaki látná, gyerekek, hogy én itt mit művelek a nappaliban? Eszembe jutott ugye most már, ha a Mardelt bemutattam nektek, aki így nevet, hogy akkor Fakopáncs Frici sem maradjon ki, biztos ismeritek. Várjatok, nem tudom olyan jól utánozni. Még egyszer. Várjatok lassan! Gyorsan! Nem tudom, gyerekek. Nem tudom, de ez a vége a legjobb. Elrottottam, bocsánat. Remélem, eddig tetszik a videó. Ha már nevettetek, akkor nyomjatok majd lájkot, légy szíves, hogy én is röhögjek. Vannak olyan emberek, akik úgy nevetnek, hogy a szájuk meg sem mozdul. Mutatom, létezik. Adjunk hozzá egy kis arcmimikát. Többen küldtetek nekem ugye Instagramon olyan nevetéseket, mint aki azt mondja, hogy olyan, mint egy retardált fóka. Most megpróbálom utánozni. Tényleg ilyen vagyok. Ugye a kulisszák mögött nem tudjátok, de én itt gyakorlok erőteljesen, hogy hogy tudom mixelni a Mardelt és Fakopáncs Fricit, úgyhogy bemutatom. Szerintem csillagos ötös. Amikor az egyik barátod mesél egy sztorit, de te tudod, hogy hazudik, akkor szerintem így szoktál nevetni. Gyerekek, remélem, hogy ismét tetszett nektek ez a videó, ha egy kicsit is mosolyogtatok, nyomjatok rá egy lájkot, a végére behangolunk és megint ismétlem a legnagyobb nevetésemet, amit sok szeretettel küldök nektek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok. Jövünk a folytatás. Ha legyen következő rész, akkor jelezzétek. Köszönöm szépen. Sziasztok.